Nem voltak könnyű helyzetben a különböző harcművészeti iskolák sem az utóbbi időben, hiszen a koronavírus járvány miatt a csoportos edzések és a szemináriumok sorra elmaradtak, helyettük kisfilmeket készítettek az oktatók. Aztán újra beindultak az edzések, és hétvégén Pécsre érkezett Mádai Norbert, Kelet-Európa főinstruktora, aki szemináriumot tartott a megye harcosainak. A Covid járvány után újra összejöttek a tanítványok a megyéből, ami nagy öröm, hiszen itt komoly, több évtizedre visszanyúló hagyománya van a Vincsonnak. A Vincsonnak egy különleges gyakorlatsorát, a tapadós kezeket oktatom most, ami a magasabb szintű gyakorlatok közé tartozik, és természetesen vizsga zárja a rendezvényt. A Wing Chun jelentése gyönyörű tavasz. Így hívták azt a kínai lányt, akiről a stílus a nevét kapta. A Wing Chun oktatása a kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, de mára már több mint ezren űzik hazánkban is. Manapság egész kiskorban kezdik az edzéseket. Ez az életem része, szóval ez igazából az a célom vele, hogy minél többet tanulhassak, és az életemnek minden apró területébe be tudom építeni igazából az itt tanultakat. Nem a verekedés részét természetesen, hanem magát azt a mentalitást, amit ez a harcművészet ad nekem. A pécsi harcosok minden alkalommal megemlékeznek a 2008-ban elhunyt pécsi mesterről, Szabó Ferencről, aki 30 évvel ezelőtt egy sportáskával érkezett Pécsre, és akkor kezdte el oktatni a Wing Chun Kung Fut, azt a harcművészeti ágat, amit Mádai Norbert terjesztett el hazánkban. Jelenleg az egyes szekciónak nevezett mozdulatsorozatot tanuljuk. Ez annyit jelent, hogy ez egy felépített mozgássorozat, mint egy ilyen betanult koreográfia, ami való szituációkra ad lehetőségeket, opciókat, hogyha hogyan támad felénk, vagy közeledik felénk egy támadó, akkor arra hogyan tudunk reagálni. A Wing Chun Kung Fut Ip Man nagymester kezdte el nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítvány volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester legutolsó és legképzettebb tanítványát, dr. Leon Tinget nevezte ki örökösének, aki a mai napig az eredeti kínai Wing Chun Kung Fu nagymestere, és aki Sifu Mádai Norbertet fiává fogadta.